Tisztelt Hölgyeim és Uraim! 175 évvel ezelőtt ez a nap, akárcsak a mai, szerdára esett. Egyszerű hétköznapnak indult, aztán ahogy a sorsfordító eseményekre jellemző, a pillanatnak öröklétet adott, ami történt. Öröklétet adtak az eseményeknek március bátor ifjai, a történések ikonikus helyei a Pilvax, Landerer nyomdája, valamint a 12 pont, a nemzeti dal és a kokárda. Ami most itt van a szívünk felett, pedig azóta éppen 175 esztendő telt el. És hogy miért nem kopik meg ilyen hosszú idő után sem 1848 varázsa? Mert a nemzet őszinte, tiszta, évszázadokon át kívánt szabadság vágyából ered. Mert vigye bármi távol tőlünk a sodró idő történelmünk fontos eseményeit és alakjait, ha az érzés, amely a forradalom tüzét táplálta, gyémánt tisztaságú, ha az a nemzet lelkéből gyökerező szabadság vágyból ered, akkor örök példaként elhomályosíthatatlanul él majd a lelkünkben mindaddig, amíg egy ember lesz a földön, aki magyarnak vallja magát. 1848-49 hősei az elsők között vannak, akikre emlékeznünk kell. Akiknek jár ez a nap még akkor is, ha emberöltők teltek el azóta, hogy a magyar nép története során sokadjára kiállt függetlenségéért és vérét adta a magyar szabadságért. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Annak a városnak vagyunk büszke polgárai, amely jelentős mértékben járult hozzá a szabadságharc történelmi jelentőségéhez és végső soron a magyar szabadság kivívásához. Hogy ez mennyire van így, jól mutatja Kossuth Debrecenről szóló írása évtizedekkel a szabadságharc után. Ezt írt a városunkról. Szíve s feje volt a magyar hazának. A ma fájdalom rövid időszakban, midőn a mohácsi vésznap után a magyar nemzet visszahelyezkedett azon helyre, mely őt a független nemzetek kerekasztalánál ősjogilag is megilleti. Büszkén mondhatjuk, hogy a forradalom kitörösének első évfordulóját az akkori magyar kormány Debrecenben ünnepelte, a város polgáraival együtt, éppen ott, ahol most mi is állunk. Ezen a napon, 1849. március 15-én a magyar kormány hivatalos lapja a közlöny, amelyet itt a Csapó utcán szerkesztettek, Petőfi Sándor, bizony mondom, hogy győz most a magyar című versével emlékezett meg az egy évvel azelőtt kirobbant forradalomról. Nem csak a Petőfi költemény közzététele, hanem az aznap rendezett debreceni emlékező alkalom is jelentős mértékben hozzájárult ahhoz, hogy a későbbi évtizedekben 1848-1849 szabadság iránti küzdelme a magyar történelem egyik legkiemelkedőbb igazodási pontjává váljon. Debrecenben, mint ideiglenes fővárosban, különösen nagyszabású volt a megemlékezés. Az ünneplés délelőtt a Szent Anna templomban kezdődött, majd a tömeg méltóság teljes átvonulását követően a nagy templomban folytatódott. Az akkori református püspök Szoboszlai Pap István könyörgése nem csak a kortársak, hanem az utókor számára, így a ma ünneplőknek is kijelölte az emlékezés távlatait. A püspök imádsága eképpen hangzott fel itt a nagy templomban. Nemzeti ünnepet szentelve, dicsőítésedre jövünk te hozzád ma. Megújult nemzetéletünk évnapján, a mai napon, melyet te választottál, te rendeltél. Hogy lenne ez a magyar nép között elfogyhatatlan emlékezetben, nemzetségről nemzetségre. Tisztelt ünneplő közösség! 1848. március 15-e
fordulópont volt a nemzet sorsában, mezsgye a múlt és a jövő között. Ahogy akkor természetesnek tűnt, úgy ma is természetes. Az ember éltető eleme a szabadság, ami feltételezi a testvériséget, mert az emberek csak együtt lehetnek szabadok, a közösségek csak együtt élhetnek szabadon, együtt és nem egymás ellen. Jó lenne, ha ezt megértenénk, és képesek lennénk a higgadtságra, a jóhiszeműségre, és arra, hogy megtaláljuk az együttműködés lehetőségét. Jó lenne, ha nemzetünk, városunk sorsát, jövőjét meghatározó ügyekben követhetnénk Petőfi, Kossuth, Széchenyi és Batthyány példáját, akik annyi mindenről mást gondoltak az életben, de a magyar szabadság iránti vágy mégis egy táborba vezette őket. A szabadság és a hazaszeretete, az elnyomás elutasítása, a nemzet szabadságáért vívott nemes harc képes volt felülírni az összes egyéb vitás kérdést. Ma sok helyen, sok beszédben elhangzik ez a szó, hazaszeretet. És érdemes elgondolkodni azon, hogy vajon kinek mit is jelent. Ki tudja megmondani, mit jelent a haza szeretete? És megmondhatja valaki egyáltalán egy másik embernek, hogy ő hogyan szeresse a hazáját? Ha magunkban nézünk, akkor azt kell válaszoljuk, hogy nem. A haza szeretete minden bizonnyal, a szívünkben, a lelkünkben, minden magyarban ott van. Lehet, hogy nem ugyanazt jelenti mindenkinek, lehet, hogy nem ugyanolyan intenzitással éljük meg, de nem vitatható el senkitől, kivéve azt, aki maga deklarálja a hazaszeretet hiányát. Számomra az egyik legfontosabb jelentéstartalom, ami ehhez a kifejezéshez kapcsolódik, az a hazáról való gondoskodást jelenti, ami egyet jelent azzal, hogy óvni, védeni, segíteni, fejlődésén munkálkodni kell nemzetünk ránk bízott közösségeinek. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Debrecent a történelem nem véletlenül állította számos alkalommal a szabadság ügyének szolgálatába, és tette ezáltal nemzetünk történelmének kiemelkedő városává. A 21. századi Debrecen történelmi időkben gyökerező szellemisége, a város polgárainak lokálpatriotizmusa és szorgalma, ennek köszönhetően a város fejlődése, valamint hazai és nemzetközi tekintélye egyszerre szolgálja a város és a nemzet érdekeit. Amikor 175 évvel ezelőtt ugyanitt élt elődeink megteremtették annak a lehetőségét, hogy Debrecen az ország fővárosa, a szabadság legfontosabb őrbástyája legyen, az előbb említett erényekre építhettek. A protestáns függetlenségi hagyományokból táplálkozó debreceni szellemiség, a Református Kollégium és a Debreceni Egyetem híres növendékein keresztül évszázadok óta komoly hatást gyakorol nemzetünk sorsára. Debrecen és az ország kölcsönösen építi egymást. Ezért, ami Debrecenben történik, befolyással bír hazánk életére és sorsára. Városunkban ma a gazdaság történelmi léptékű növekedésével olyan erő halmozódik fel, amely biztosítja, hogy az elvesztett forradalmak és szabadságharcok, az elvesztett 20. század után Debrecen hozzájáruljon nemzetünk egy sikeres korszakának létrejöttéhez a 21. században. Móricz Zsigmond írta rólunk: a debreceni ember nem éri be a tétlenség aranyával. Hozzászokott a nagy századok alatt, hogy ami erő csak van, ami ész csak kerül, azt mind ki kell csiholni, ha meg akar állani a sarkán. Nyugodtan kijelenthetjük, hogy most csiholjuk rendesen. Debrecennek, az ország keleti részének jócskán kijutott a küzdelmekből, mindig mindenért meg kellett harcolnunk. De ha ez a munka, amelyet Debrecen megerősítése érdekében most végzünk, sikeres lesz, akkor ígérem,
hogy a közels távoli jövőben senki nem tudja ledönteni ezt a várost a lábáról. Erővel, ésszel, bátorsággal építjük Debrecen jövőjét. Ugyanúgy, mint 1848 hősei, akik erővel, ésszel és bátorsággal álltak a forradalom zászlaja alá, ami a korabeli Európa leghosszabb és legnagyobb szabadságharcává terebélyesedett. Olyanná, amelyet csak két európai nagyhatalom összefogása roppanthatott meg. Ha akkor a birodalmak átmenetileg le is győztek bennünket, a magyar szabadság ügye mégis tovább élt. És bár birodalmi törekvések ma is vannak, a nemzet a szabadságát, a függetlenségét kivívta, és ma már van erőnk ahhoz, hogy meg is védjük azt. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Gyenge ország, gyenge város, legfeljebb mások kegyelméből, mások akaratából érhet el valamit az életben. De mi magyarok még sosem jártunk jól a kegyelem kenyérrel. Ha jól látjuk, akkor ma is vannak köztünk olyanok, akik nem saját erejükből akarnak előre jutni, hanem hol keletről, hol nyugatról jövő támogatással, de semmiképp sem saját erejükből szeretnének hatalmat szerezni. Ez viszont biztosan nem a mi utunk. Nekünk hinni kell magunkban, mert a történelem már számos alkalommal bizonyította, hogy a legnagyobb dolgokra is képesek vagyunk. Amikor a rendszerváltás utáni második évtized közepére, a 2000-es évekre a hagyományos debreceni gazdaság romokban hevert, gondolta volna-e bárki, hogy nem kell hozzá újabb két évtized, és ebben a városban épül fel Közép-Európa egyik legerősebb gazdasága, a jövő iparágaira támaszkodva. Hogy dacolva a világjárvánnyal, a szomszédban dúló háború hatásaival, az energiaválsággal, a debreceni gazdaságban nem munkahelyek szűnnek meg, hanem munkahelyek ezrei jönnek létre. Hogy az elmúlt évek küzdelmei, nehézségei ellenére nincs olyan része a városnak, ahol ne épült volna valami. Hogy felújítottuk bölcsődéink, óvodáink, iskoláink és más intézményeink nagy részét, sőt újakat építettünk. Gondolta volna-e valaki, hogy a válságok korában is el tudjuk érni, hogy a kulturális életünk lehetőségei soha nem látott mértékben teljesednek ki, köszönhetően színházaink nagyívű fejlesztéseinek, hogy képesek vagyunk a koronavírus járvány első évében, 2020-ban a város történetének legnagyobb fejlesztési programját, a Debrecen 2030-at elindítani. Hogy miért történhetett mindez így? Mert Debrecen hitt bennünk, mi pedig hittünk Debrecen erejében. Hittünk a civisek szorgalmában, alkotó és akarat erejében. Ez a kölcsönös bizalom pedig, amely lassan 25 éve tart Debrecen és polgárai számára, a következő évtizedekben is további fejlődést, kiszámíthatóságot és biztonságot eredményez. Tisztelt ünneplő debreceniek, a 48-as márciusi ifjak, majd a szabadságharc hősei egy független, erős és fejlődő Magyarországért küzdöttek. Nincs ez másként ma sem, hiszen magunk is azért dolgozunk, hogy hazánk és azon belül városunk Debrecen erős és fejlett legyen. Általános vélemény, hogy Magyarország új fejlesztési központja Debrecen, amelyre alapozva városunk jelentőségének látványos megerősödésére készülünk. A 20. század elején megfogalmazott Nagy Debrecen gondolata mostanra reálissá és időszerűvé vált. Céljaink eléréséhez azonban elengedhetetlenül szükséges, hogy teljesüljön a márciusi ifjak 12 pontjának örökérvényű kívánsága, miszerint legyen béke, szabadság és egyetértés. Ezt kívánva mindannyiunknak hajtsunk fejet nemzetünk hősei előtt. Éljen a magyar szabadság, éljen a haza, éljen Debrecen!